Érzékszerveink közül az egyik legfontosabb a szem. Ez a szervünk ugyanis 60-80%-ban felelős a környezeti információk feldolgozásáért. Oda kell figyelnünk rá, mondja a szakember, hiszen könnyen sérülhet látásunk, de akár vakság is kialakulhat. Dr. Csutak Adrien kiemelte, napjainkban 253 millió látássérült ember él világszerte. A WHO adatai szerint 36 millió vakember élt 2015-ben, napjainkra ez körülbelül 38 millióra tehető. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jelentős szám. A háttérben természetesen nagyon sok dolog állhat, de ami a legfontosabb, az a szürkehályog, a zöldhályog és az időskori makuladegeneráció. Ezen gyakori betegségeket könnyedén észlelhetik az orvosok, ha rendszeres szűrésre megyünk. A szakemberek azt ajánlják, évente keressük fel szemészünket. Erre egyébként kiváló alkalom lehet az októberi hónap is, hiszen idén már 16. alkalommal hirdették meg a látás hónapja elnevezésű akciót. A résztvevő optikákban egész hónapban díjmentes a látás és a szemüveg ellenőrzés, illetve a szaktanácsadás. A mindösszesen 20 perces vizsgálat fájdalommentes, és idősebb korban már különösen is figyelmet kell ráfordítani. Arról se feledkezzünk el, hogy ugye 40 év fölött a szemlencsének az állapota megváltozik, és ezáltal ugye egy úgynevezett öreg szeműség alakul ki. Ezt biztos mindannyian ismerik, hogy ugye a karunk nem lesz már elég hosszú ahhoz, hogy elolvassuk az újságot, és hát ilyenkor egy jó szemüveg az természetesen nagyon sokat segíthet. Emellett a gyermekek látását is rendszeresen meg kell vizsgáltatni, hiszen 6 éves korig még műtét nélkül helyrehozhatók a kisebb problémák. A szemészeti klinika igazgatója hozzátette, hogy nem véletlenül van két szemünk, hiszen így tudunk térben és mélységben is a valóságot látni. A szakember is arra buzdít mindenkit, ellenőriztesse látását.